A Kárpát-medencei magyarság elszakított nemzetrészei közül az elmúlt időszakban kárpátaljai honfitársainknak a legnehezebb a sorsa. Hiába váltotta a szovjet kommunista nincstelenséget a független Ukrajna, a gazdasági helyzet kilátástalan maradt, majd jött a háború, a szegénység és az ezzel járó elvándorlás. A kárpátaljai magyarság azonban a jéghátán is megél, és ezt vallják azok is, akik nem akarják elhagyni szülőföldjüket. Inkább építeni, vállalkozni szeretnének, mindez pedig a magyar megmaradásért és a gyarapodásért teszik. Őket segíti a Nemzetpolitikai Államtitkárság által a fiatal és a családi vállalkozások számára kiírt pályázat, valamint a Külügyminisztérium EGÁN EDE gazdaságfejlesztési terve is. Mintegy 17 ezer kárpátai családot tudott a magyar kormányzat közvetlen értelemben gazdasági célból támogatni, és mintegy 10 milliárd forint ennek az összköltségvetése. Ez egy olyan egyszeri impulzus az itteni magyar gazdasági rendszer megerősítésére, aminek hosszú távú hatásai kell, hogy legyenek. Ugyanakkor nem állunk itt meg, hanem folytatjuk a programot, hiszen az elmúlt időszak az bizonyítja, hogy van érdeklődés. Tartalmas és értelmes célokból pedig Kárpátalján sincs hiány. A beregszászi Zelenyák Gabriella családjával együtt több cukrászdát üzemeltet a Vérkeparti városban. Az egyik közülük a település központjában, a katolikus templom szomszédságában található. Itt két műszakban 4 alkalmazottat foglalkoztatnak. A cukrászüzlet rendkívül népszerű, ott jártunkkor is telt ház volt. Ők idén az ügyviteli rendszerük kialakítására pályáztak. Gabriella szerint megéri a családdal közösen vállalkozni, hiszen így mindenki ki tudja venni a részét a munkából, és úgy véli, hogy nem kell ahhoz elvándorolni Kárpátaljáról, hogy valaki sikeres lehessen. Kitartás elnyeri a jutalmát, és az, hogy családi vállalkozás, hát ugye egységben az erő, és mi a legjobb egység? A család. Azok mindig kitartanak egymás mellett, és ugye az egység az a legfontosabb szerintem, meg hát a szeretet, és a szeretettel működtessünk valamit, akkor annak mindig sikere lesz. A nagyszőlősi járásban található Csepe községben a Kocsis család működtet egy hatalmas csirkefarmot és egy mangalica telepet. Kocsisék korábban az EGÁN EDE gazdaságfejlesztési programnál egy traktorra pályáztak sikeresen, most pedig a családi vállalkozások éve keretében egy húsüzlet kialakítására kaptak támogatást. Nagyon nagy segítség, mert ilyen 4,5 milliót kigazdálkodni nagyon nehéz. Ha nem lennének, amúgy ott a traktor az is pályázatukján van, a fiúk pályáztak rá. Ha nem lenne, egyszerűen nehéz talpon maradni. Nem tudjuk kigazdálkodni azt az összeget, amivel tovább tudunk lépni, csak éppen mindig a fennmaradáshoz. A család fő szerint nagyon nehéz Kárpátalján vállalkozni, mert az ukrán állam nem teremti meg hozzá a szükséges feltételeket. Ráadásul még vágóhíd sincs, ahová az állatokat elvihetnék leadni, ezért kénytelenek távolra szállítani azokat. Mint mondja, jelenleg csak Magyarországra számíthatnak, támogatás nélkül már rég bezárhatták volna vállalkozásukat, és nem boldogulnának a szülőföldjükön. Ez olyan volt, mint egy mentőöv, máskülönben menni kellett volna külföldre dolgozni, valami kis pénzt keresni, aztán újra kezdeni. A Kocsisékhoz hasonló gazdák igényeit a jelenleg több mint 1000 tagot számláló Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége közvetíti a magyar kormány felé. A szervezet elnöke úgy érzi, lassan kezd beérni a hatása a gazdaságfejlesztésnek. Öröm végignézni az úton egyszer-egyszer, mikor így kivonulnak a traktorok, az új traktorokkal az emberek mennek a földjeikre dolgozni, például meg utána az új gépek, meg stb. Hát ez mindenképpen lendít egyet a kárpátai magyarság gazdasági életén. Kárpátalján csak a magyar vállalkozás fejlesztéssel van lehetőség az elvándorlás megállítására, ahol ugyanis támogatást kapnak a gazdák, ott rendre új munkahelyet is teremtenek, ezáltal pedig esélyt adnak másoknak is a szülőföldön maradásra. A kormány ezért jövőre további befektetések, új üzemek és gyárak létrehozását is támogatni fogja. Ha velünk maradnak rövidesen, egy misztikus helyre, a Felső-Csernátoni Malomkertbe utazunk.